Mézes reggeli címmel szervezett délelőtti programot a petitelepi óvodások számára a Püspökladányi és Vidéke Méhészek Egyesülete október 4-én a Farkas-szigetben. A már országos léptékű programot a szlovén nagykövet kezdeményezése kapcsán helyi, illetve járási szinten hagyományteremtő céllal indította el dr. Nagy Lajos, a Méhész Egyesület vezetőségének tagja. A program célja már kisgyerekkorban felhívni a figyelmet a mézfogyasztás fontosságára, annak pozitív hatásaira. Én úgy gondolom, hogy a méz egy természetes táplálék, és nem tartalmaz semmiféle tartósítószert vagy adalékanyagot, tehát gyakorlatilag ez a legidézőjelben bióbb élelmiszer, azon kívül rendkívül ízletes, tehát ennek a fogyasztását kell a fiatalság körében megszerettetni. Ha megszereti a mézfogyasztást gyerekkorába, akkor az felnőtt korába is mézfogyasztó lesz, és hát én remélem, hogy tőlünk méhészektől vásárolják meg közvetlenül a mézet. Tehát ez volt az a szándékunk, hogy a mézfogyasztást megszerettessük, és hát felnőtt korára az egész családja mézfogyasztó legyen. Tisza Igarba jártunk, az egy kis település a Tisza partján, nem messze van ide, és ott az ottani polgármester kezdeményezte Magyarországon először ezt a bizonyos mézes reggeli programot. Ő neki pedig ő valahonnan meghallotta, hogy Magyarországon a szlovén nagykövet asszony kezdeményezte szlovén mintára, országosan is, hogy a méhészek karolják fel ezt a gondolatot, hogy a fiatalságot, az ifjúságot, a gyerekeket meg kell tanítani mézfogyasztásra. És ez ilyen értelemben országos, és a mi részünkről egyéni elképzelés is. Ha ezt sikerülne folyamatosan megszervezni, nem csak a Püspökladányban, hanem az egész Sáréti járásban, ezt mi meg szeretnénk valósítani, hogy minden iskolában, minden óvodában kellő mennyiségű méz jusson, és annak a segítségével megszeressék a gyerekek a mézet, a mézfogyasztást. Az egészségtani hatásai. A méz, mint természetes anyag, tehát évmilliók óta használt természetes anyag, azáltal, hogy a táplálék is, a vitaminokat, a hormonokat, az ásványi anyagokat, a nyomelemeket tartalmazza, ezzel a teljes egészében kiegészíti a mindennapos táplálkozást, és hát jó ízű. Én szerintem ez a természetes hatása neki. Ezen a délelőttön Nádházi Balázs méhész volt doktor úr segítségére, aki 3 éve, hogy rendszeresen ellátja a petitelepi óvodát mézadománnyal. Televíziónknak elmondta, milyen indítatás vezérelte a nemes gesztus kapcsán. Konkrétan Nagy doktor úrnak a kezdeményezése ez, hogy az óvodáknak, az iskoláknak a mézellátása a mézes reggelivel kapcsolatosan, hogy megismerjék a mézet, mézfogyasztást népszerűsítsük. Én konkrétan a petitelepi óvodáknak szoktam adományozni. Ott segítkezek esetleg méhrajbefogás vagy méheknek a eltávolítása. És most megint én rám esett ez a feladat, hogy a óvodásokat most egy mézes reggelire meghívjuk. És itt a természetben, itt a méhek közelségében meg tudjuk nekik mutatni a méhészetet, mézfogyasztást. Ez természetes méz termelő által hozott méz, bevizsgált, garantáltan bevizsgált, jó minőségű mézet kapnak a gyerekek is. Én szoktam értékesíteni a piacon is, ez az, amit egy jó adóász, hogy bevizsgált, garantált, természetes mézet kapnak az emberek, fogyasztók. Mennyi az a mennyiség, amit általában évenként szokott adományozni? Hát én az a 10-12-14 kiló mézet szoktam adományozni a óvodáknak. Konkrétan ezt az óvodát szoktam patronálni, mert ezt tudom, hogy jó helyre kerül. Ezeket ismerem, ezeket a emberkéket, és ezért nem tudom, milyen indítatás pont ők, nekem ez, ők állnak a szívem közelebb. A gyerekek jó ízűen és szívesen fogyasztották az óvónénik segítségével megkent mézes kenyeret.
Volt, akinek annyira ízlett, hogy repetát is kért belőle. Rozsnyai Zsoltné, a petritelepi óvoda vezetője elmondta, az intézmény nevelési filozófiájában is kiemelt szerepet kap az egészséges táplálkozás és ezen belül a mézfogyasztás. Mi nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek, már tavaly is részt vettünk a mézes reggeli programban, de akkor az óvoda falain belül. Most egy kicsit kiléptünk belőle, ide eljöttünk a Farkasszigetbe, pontosan azért, mert igaz, hogy az óvodánknak is kiemelt feladat az egészséges életmód, azon belül az egészséges táplálkozás, mink is ismertetjük a gyerekeket a mézzel, de azt gondolom, hogy egy hozzáértő szakember tud érdemleges információt átadni a gyerekeknek a mézről, a mézkészítésről, a méz jótékony hatásáról, hasznosságáról, most megyünk nem soká a kaptárokat, megnézzük a méheknek a munkájáról, és ezek az ismeretek azért nagyban hozzájárulnak, hogy gazdagodjon az ismereteik a gyerekeknek. A gyerekek mennyire szeretik a mézet? Ja, nagyon szeretik a mézet, mint ahogy láthattátok, és nagyon sokszor kértek repetát. Az édessége az vonza a gyerekeket, és mink is szoktunk egészséghetet szervezni az óvodában, már ott is úgy ismerkednek a gyerekek a mézzel, hogy különböző gyógyteákat kóstolhatnak, és nem cukorral, hanem mézzel ízesítik. A gyerekek körében szemmel láthatóan osztatlan sikert aratott a mézédes 10 órai. Miközben jó ízűen falatoztak, televíziónkkal is megosztották tapasztalataikat. Hogy ízlett neked ma ez a mézes reggeli? Nagyon finom. Szereted a mézet? Igen. Otthon szoktátok anyáikkal használni a mézet? Igen, a torkomra. Mennyire szereted a mézet? A kenyeren nagyon szeretem. És akkor ez szerint jól ízlett a mai mézes reggeli? Igen. Otthon anya mibe szokott használni mézet? Gyógytejába. Hogy ízlett neked ma ez a mézes reggeli? Nagyon. És finom volt a méz is. Anyáék otthon szoktak mézet használni? Igen. És mibe szokott anya tenni mézet? A süteménybe. Hogy ízlett neked ma ez a mézes reggeli? Nagyon finom volt. Otthon anya szokott használni mézet? Igen. És mibe szokott anya mézet használni? Mézes kalácsba. Azon kívül esetleg másba? Mézes tejába. Miután minden éhes pocak megtelt az egészséges aranyló édességgel, a kis csoport Nátházi Balázs méhész vezetésével útra kelt, hogy megtekintsék a szigetben elhelyezett kaptárakat, és megismerjék a méhészek munkáját. Az egyik méhész kolléga utólagos engedélyével Balázs kinyitotta az egyik kaptárt, hogy szemléltetni tudja a gyerekek számára, hova gyűjtik be a méhek a nektárt, ott hogyan készítenek ezek az apró élőlények mézet a számukra. Ezekben a kis házakban laknak a méhecskék, ebbe gyűjtik a mézet, amivel most ti is reggeliztetek, vagy uronnáztatok, vagy 10 óra istatok. És most, hogyha sikerül, akkor meg tudom nektek mutatni, hogy hova gyűjtik a mézet, a méhecskék. Nem viszem közelebb, mert itt vannak a méhecskék rajta a kereten, és ezekbe a sejtekbe hordják be a nektárt, és ebből készítik a mézecskét. Ez már itt elkészített méz, ez a lefedett rés. És a másik oldalon is van. És a másik oldalon is vannak, látod? A szúnyogháló. Ez nem szúnyogháló, ez úgy hívják, hogy méhviasz, és ebből készítik ezeket a sejteket a méhek. És hol alszanak a méhek? Ezeken alszanak, ezeken a kereteken. Összeállnak télen, pihennek, nyáron dolgoznak, hordják a nektárt, és szaporodnak.
A méz ősidők óta az emberi táplálkozás része, igaz eleinte csak csemegének gyűjtötte az ősember, mára azonban mind gyógyterméket is használjuk. Mai ismereteink alapján a méz közel 70 féle gyógy és fiziológiai hatással bír. A méz kiváló csemege, ám jó tulajdonsága nem csak ebben rejlik. Az aranysárga, ragacsos folyadék ugyanis az egyik legrégebbi természetes gyógyhatású finomság, a sumérek, egyiptomiak, görögök egyaránt hódoltak pozitív tulajdonságai előtt. A szervezők remélik, a program sikeres lesz a jövőben is, és a gyerekek majd tovább örökítik a következő generációnak a méz szeretetét, s mindazt, ami által ők maguk is mézkedvelők lettek.